Üdvözlöm Önöket! Ez a Ráta, a Győr Plusz Televízió gazdasági magazinja. Nézzük, melyek voltak az elmúlt két hét legfontosabb gazdasági eseményei. Bekövetkezett a 3-4 éve várt fordulat a magyar gazdaságban, amely folyamatosan csökkenő helyett lassan növekvő tendenciát mutat. Erről beszélt Járai Zsigmond Győrben a megyei kereskedelmi és iparkamarában vállalkozók előtt. A korábbi pénzügyminiszter, ma a Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke azonban rámutatott, a magyar gazdaság sérülékeny, a beruházások száma pedig jelentősen visszaesett. Ugyanakkor méltatta a jegybank új hitelpolitikáját is. Negatív növekedésből vagy visszaesésből kezd elmenni a magyar gazdaság pozitívba. Azért mondjuk a idei 0,1%-os vagy a jövő évi 1-2%-os növekedés annyira gyorsnak nem nevezhető. Ha nem is gyorsan, de a számok azt mutatják, hogy a magyar gazdaságban bekövetkezett a 3-4 éve várt fordulat. Erről beszélt Járai Zsigmond a megyei kereskedelmi és iparkamara szolgáltatási tagozatának KKV klubjában. A Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke rámutatott, a folyamatosan csökkenő helyett lassan növekvő tendenciát kezd mutatni a magyar gazdaság. Az a várva várt fordulat bekövetkezett a magyar gazdaságban, amit már 3-4 éve várunk, és a folyamatosan csökkenő gazdaságból lassan növekvő gazdaságba megyünk át. Bízom benne, hogy ez a tendencia folytatódni is fog, és szépen lassan azért felzárkózunk a térség országaihoz. Ez mit jelent, ha egy picit mondjuk a GDP tekintetében vizsgáljuk? Egyes vélemények szerint még 2-3 év, mire a válság előtti szintet eléri a GDP. Hát ma vagyunk a 2005-ös szinten körülbelül. Most a 2008-as eléréséhez valóban még kell 2-3 év. Sajnos azt kell mondjam, hogy az elmúlt 10 év gazdaságpolitikai következtében mondjuk 30%-kal vagyunk leszakadva a térség többi országától, tehát ők annyival gyorsabban nőttek az elmúlt 10 év alatt, mint mi, annyival állnak jobban. Azért mondom, hogy reméljük, hogy a felzárkózást el tudjuk kezdeni. Az unortodox gazdaságpolitika bevált? Hát ha most visszanézünk, akkor azt lehet mondani, hogy bevált, mert végül is csak kihúzta magát a hajánál fogva a magyar gazdaság a macsárból, és beindult a növekedés. Szerencséje is volt a kormánynak, tele van a világ pénzzel, szívesen finanszírozzák a kockázatosabb országokat is. Tehát ezt a jó lendületet kihasználva azért a magyar gazdaság kezd magához térni. Ha már a lendületet említi, akkor a beruházások száma hogyan alakult? Beruházások nagyon visszaestek, ez a sokféle különadónak, a bizonytalanságnak és hát a gazdaság visszaesésének a következménye. Bízunk benne, hogy most a Nemzeti Bank új hitelpolitikájával és az Európai Uniós pénzek jobb felhasználásával a beruházások is növekedni fognak. A Nemzeti Bank új hitelpolitikája az a kis és középvállalkozásokat is érinti, hiszen kedvezményesen kapnak hitelt, hogyha jól tudom. Miben, hogyan tudják segíteni a KKV-szektort? Hát nagyon régóta kellett volna ezt a kedvezményes hitel, kamatozású hitelprogramot beindítani. A világ valamennyi országa így reagált a válságra, egy kivétel volt Magyarország. Mikor az Európai Unió 27 tagállamában 26 nemzeti bank az könnyített a hitelpolitikáján, a magyar nem. Sajnos ezt egy ilyen 4 éves késéssel tettük meg, tehát jobb késő, mint soha. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a több ezer milliárd forint, amit most a Nemzeti Bank kedvezménnyel pumpál a gazdaságba, ez azért a növekedés gyorsítását fogja eredményezni. Ez azt is jelenti, hogy a foglalkoztatottság is növekedni fog? Természetesen igen, a kisvállalkozói szektor az, ami a foglalkoztatást teremti, úgyhogy sajnos rendkívül sok strukturális problémánk van a foglalkoztatás területén, a képzési rendszer, a évtizedek óta a foglalkoztatásból kiesettek nagy száma, de hát azért lassú növekedés várható itt is. A 2012-es év gazdasági szempontból a stabilitás éve volt. Ez derül ki a Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb vállalkozásait megjelenítő Top 100-as kiadványból, amit az elmúlt csütörtökön mutattak be a sajtóképviselőinek. A Prestige című színvonalas összeállítás 4 kategóriában közli a megye legjobb 100, illetve legjobb 50 cégét, és Győr-Moson-Sopron megye gazdaságának legfrissebb elemzéseit is tartalmazza. Mindenféleképpen egy emelkedő gazdasági eredményeket mutathatunk be.
itt a megyei szinten minden bizonnyal. A kiadvány szokás szerint színvonalas, a benne szereplő adatok alapján Győr-Moson Sopron pedig jól teljesített. Ezekkel a szavakkal mutatta be a kamara elnöke a Prestige című top 100-as összeállítást a sajtó képviselőinek. Mihalic Antal szerint örvendetes a megyebeli kis és középvállalkozások térnyerése. Ez a 2012-es év gazdasági megyei gazdasági teljesítménye mindenféleképpen büszkeséggel tölt el bennünket, és ami örvendetes, hogy ha megnézzük az előző évek teljesítményét, akkor összességében egy pozitív trend állapítható meg. Ugye a 2008-as válság után most már a harmadik, negyedik évet látjuk, ahol összességében egy kiemelt, tehát az éves árbevételek folyamatosan növekendő tendenciát mutatnak, és foglalkoztatási adatok is pozitívan alakultak, az adóbevételek pozitívan fejlődtek, tehát én összességében bizalmat látok a gazdaságban, és ugye ez igazolódik vissza ezekben a mutató számokban, ami természetesen nem szabad elfelejtenünk és elhallgatnunk, hogy itt a megyében egy kiemelkedő és kivételes helyzetben vagyunk. Annak ellenére, hogyha viszont megnézzük a megye gazdaságát, akkor megállapíthatjuk, hogy Győr egy kivételes helyzetben van a megyét tekintve is, hiszen összességében a gazdasága akár regionálisan, geográfiailag, de ágazatilag is nagyon heterogén. És hogyha megnéztük a tisztelt igazgató úr általi prezentációt, és ez látszik az adatokból is, hogy a feldolgozó ipar 55%-át adja a gazdaság teljesítményének. Azt hiszem, hogy ha valaki nyitott szemmel jár, akkor láthatja, hogy Győrben, a városban van a gazdaság zászlós hajója, és a teljesítményük mellett, az Audi Hungária Motor Kft. Teljesítménye mellett azt hiszem, hogy nem szabad elmenni az elismerés hangja nélkül, és ez egy nagyon nagy öröm a számunkra, hogy meghatározói a megye gazdaságának, és én viszont, mint a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, aki ugye 70-80%-ában a mikro, kis és a közepes vállalkozásokat képviselem, én mindenféleképpen arra ösztönzöm a kis vállalkozásokat, hogy használják ki ezt a kivételes gazdasági helyzetet, és váljanak ennek a letelepedett feldolgozó iparnak a beszállítóivá. Nem biztos, hogy első szintű, hanem második vagy harmadik szintű beszállítóivá, hiszen egy gazdaság, ha megnézzük Németország gazdaságát, akkor mindenféleképpen megállapíthatjuk, hogy nem csak elkülönülő és nagy teljesítményt nyújtó, kiemelkedő csúcspontokat találhatunk, mint a mi esetünkben ugye az Audi Hungária, hanem egy nagyon szépen hálózatosan fejlődött gazdaságot látunk, ahol a nagyvállalkozások teljesítménye szorosan és harmonikusan illeszkedik a közepes és a kis vállalkozásokhoz, és hogyha ez az egész, ez egy nagyon szép homogén hálót képez, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy fenntartható fejlődés és egy harmonikus gazdasági környezet. Ezt kívánom, hogy ezt érjük el. A top 100-as kiadvány 4 kategóriában közli a legjobb 100, illetve 50 megyei vállalkozást. A szerkesztők megkeresésére a cégek kétharmada járult hozzá adataik közléséhez, ami országos szinten is jó eredmény. A mutatók alapján gazdasági szempontból 2012 egyértelműen a stabilitás éve volt. Az elmúlt év az a stabilizálódás éve lehet, hiszen a visszaesés nem meghatározó, az árbevétel még így is magasabb, mint 2010-ben és 2009-ben volt. Persze ehhez további számadatokat is vizsgálni kell, hogy ezt kimondhassuk, és azt tudom mondani, hogy növekedett például a top 100-nál dolgozók létszáma közel 2000 fővel. Olyan beruházások vannak folyamatban, amelyek rövidesen vagy már az idejében termőre fordultak, növekedett és az exportnak új piacai nyíltak meg, amelyek szintén azt vetítik előre, hogy a következő év jobb lesz az idei esztendőnél.
Az Audi természetesen mindegyik listát torony magasan vezeti, de előkelő helyen szerepel a Dana, az Alkufer, a Nemak, a Rába és a Győrszol is. Az pedig példaértékű, hogy az Audi nettó árbevétel alapján elért megyei elsősége országos második helyet ér, de a Dana és az Alkufer is a legjobb 150-ben van Magyarországon. A 2011-hez képest legnagyobbat javuló vállalkozás pedig a Wilkor Hungária volt. A járműipar a hazai GDP 10%-át állítja elő, és az ipari termelés 18%-át adja, hangzott el az Automotive Hungary konferencia és kiállítás megnyitóján Budapesten. A háromnapos autóipari seregszemlén Győr városa és az Audi Hungária is önálló standdal képviseltette magát, Fekete Dávid alpolgármester pedig a helyszínen mutatta be a sajtónak a győri járműipari életpályamodellt. Dolgoznak az Audi győri gyárában. Ebben az üzemben is sok a 25 évnél fiatalabb munkavállaló. Ha valaki jól képzett, szívesen látják az autóiparban. Nálunk Magyarország a 27% körüli a munkanélküli fiatalok aránya, ráadásul csökken is az állás nélkül lévő 20 évesek száma. A legtöbb uniós országban viszont komoly probléma a fiatalok munkanélkülisége. Az átlagosan 24%-os rátát Orbán Viktor miniszterelnök is aggasztónak nevezte, az unió állam és kormányfői pedig kedden Párizsban határoztak is a 2 éves menetrendről, ami alapján megmentik a munkanélküli fiatalokat. A Győr Plusznak járóka Lívia néppárti EP képviselő azt mondta, stratégiaváltásra van szükség az Unióban, mert egy generáció a tét. Rengeteg olyan új innovatív ötletet kell behozni, ami a zöld energiába, az egészségügybe egy teljesen rapid, gyors változást hoz, nem csak azért, mert ezek az emberek munkanélkülű vannak, fiatal, diplomás vagy nem diplomás, és nem tud életet tervezni erre, hanem azért is, mert olyan szektorok vannak ezáltal eltűnőben és veszélyeztetve, mint például a magyarországi nővérképzés, a kórházakban az emberek mellett ott álló nővérek, 8000 nővér hiányzik ma Magyarországon, tehát itt az EU-nak mi magyarok nem csak a fejlesztési meg a szegénységi stratégiákban, de az összes nagy gazdasági dossziéba is olyan munkahelyteremtési programokat kértünk le EU-s pénzeken, amivel mi ezt már rövid távon itt tudjuk kezelni, és nem kerülünk vagy a görögök, vagy a spanyolok példájára. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy konkrét és gyors eredmények kellenek, ami mellett minden egyes tagországnak el kell köteleznie magát. A 2 éves mentőakcióra az Unió 40-45 milliárd eurót, vagyis körülbelül 13 ezer milliárd forintot szán 2013 és 2015 között. Ebből a csomagból Magyarország 15 milliárd forintnyi euróhoz juthat, kifejezetten a fiatalok munkanélküliségének enyhítésére. Európa jövője a foglalkoztatás, foglalkozzunk vele, fókuszban a fiatal generáció. Ezzel a címmel rendeztek határközi állampolgári fórumot a Széchenyi István Egyetemen. Az Európai Parlament 3 tájékoztatási irodájának szervezésében megvalósult, angol nyelvű rendezvényen a résztvevők kérdéseire európai parlamenti képviselők válaszoltak. A fórum fő témája a munkahelyteremtés és a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem volt. Kiemelt témakörként pedig szerepelt a jövő évi európai parlamenti választások kérdése is. A fórum moderátora Bakos Piroska is angolul köszöntötte a résztvevő magyar, szlovák és osztrák egyetemistákat. 200 ifjú európai töltötte meg a Széchenyi Egyetem F előadóját, köztük azok a győri diákok, akik különleges helyzetben vannak munkavállalás tekintetében is. Mert mi kicsi egyetem vagyunk és fiatal egyetem vagyunk, mi eleve úgy ágyazottunk be a régióba, az iparba, hogy mi kerestük ezeket a lehetőséget és ezeket az utakat. És mivel kicsi egyetem vagyunk és fiatal egyetem vagyunk, ezért a módszertani tekintetében is sokkal szabadabban mertünk próbálkozni. A mi hallgatóink, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy figyeljük a további sorsukat, sokkal jobb arányban tudnak és sokkal hamarabb tudnak elhelyezkedni, hát főként a régióban, nem csak a régióban, hanem egész Európában megtalálhatók a Széchenyis hallgatók. 2014 után stratégiát kell váltania az Uniónak, ezt már a rendezvényen szereplő magyar EP képviselő mondta a Győr Plusznak. Járóka Lívia úgy véli, a munkahely
munkahelyteremtés és a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem területén is sokat tehet Magyarország. 2050-re nem egy olyan tagállam van, ahol a most 6-7-8-10 éveseknek olyan komoly munkaerő jelenlétet kell majd bemutatni, hisz annyira öregszik ez a társadalom, hogy 2050-re például Magyarországon a munkakorúak fele eleve a legszegényebb rétegből fog kikerülni, és rájuk egy munkaképes fiatalra kettő nyugdíjas korú idős ember fog jutni, és ez egy teljesen új stratégiát kíván az EU-tól is. A fórumon résztvevő diákok kérdezhettek, sőt vitázhattak is a magyar és szlovák EP képviselőkkel, az osztrákkal csak azért nem, mert Heinz Becker kezét törte és Brüsszelben maradt. A rendezvényen egyébként az európai foglalkoztatás mellett a jövő évi európai parlamenti választások is szóba kerültek, komolyabb esélylatolgatásba azonban egyelőre egyik képviselő sem kívánt belemenni. Az intellektuális tőke alapozza meg a vállalat hosszú távú fenntartható sikerét. Többek között erről beszélt Győrben a Széchenyi István Egyetemen tartott előadásában Tomás Zigi, az Audi Concern személyügyekért felelős igazgatósági tagja, aki Ingolstadtból érkezett a Rába partjára. A négykarikás autógyártó cég partneri kapcsolatokat ápol a felsőoktatási intézménnyel, ahol már 4 az Audihoz köthető tanszék is működik. Ismét Győrben a négykarikás autógyártóval partneri viszonyban lévő Széchenyi István Egyetemen tartott előadást Tomás Zigi, az Audi AG személyügyekért felelős igazgatósági tagja. A professzor a jelenlegi és a korábbi rektor, valamint oktatók és több száz hallgató előtt tulajdonképpen folytatta azt a témát, amelyet áprilisban szintén ezen a katedrán kezdett meg a humántőkével kapcsolatban. Ám most szervezeti szempontokat vizsgált, az elmélet mellett gyakorlati példákat is bemutatva. A szervezeti tőke, a struktúrák, folyamatok, az innováció és a kultúra értéke című előadásában hangsúlyozta, az intellektuális tőke megalapozza a vállalat hosszú távú fenntartható sikerét. A strukturális vagy szervezeti tőke ideális környezetet kell, hogy biztosítson a humán tőke kibontakoztatására. Bizonyos vállalatvezetőkkel szemben mi az Audinál úgy gondoljuk, és ez a szakirodalom szerint is így van, hogy a tehetség, a szaktudás, a motiváció, egy szóval a humán tőke tulajdonosa az ember. Az Audi AG személyügyi vezetője beszélt azokról a jelenlegi zajló folyamatokról is, amelyek célja, hogy a decentralizáció felé tereljék a vállalat működését. A szervezeti változások kapcsán kiemelte a vállalatnál folyamatosan növekvő számban jelenlévő 1981 és 94 között született Y-generáció rugalmasságát és teherbírását is. Valamint rámutatott, hogy ennek a korosztálynak az elődeihez képest fontosabb a munkával és a családdal töltött idő megfelelő arányának megtalálása. Tomás Zigi a Győr Plusz kérdésére arról is beszélt, hogy már vizsgálják a ma középiskolába járó Z-generáció tulajdonságait is. Intenzíven vizsgáljuk a különböző generációkat. Ezen tanulmányok során megkérdeztük a vállalatnál dolgozó Y-generációhoz tartozó munkavállalókat, hogy mi a fontos nekik, és hasonló módszerekkel vizsgáltuk a jelenleg iskolapadban ülő Z-generáció tagjait is. Az eredmény, hogy az Y és a Z-generáció közötti különbség nem olyan nagy, mint az Y és az azt megelőző generáció között. Két éves menetrendről határoztak az európai fiatalok munkanélküliségének csökkentése érdekében az Európai Unió állam és kormányfői, munkaügyi miniszterei, valamint a legfőbb európai intézmények vezetői Párizsban. A kérdésről rendezett európai fórumon. Az EU országokban átlagosan 24%-os a 25 év alattiak körében a munkanélküliség, amit Orbán Viktor magyar miniszterelnök is aggasztónak nevezett. Talán nincs olyan járműiparban érintett cég, amelyik ne fordulna meg a napokban a budapesti Hung Expo-n megrendezett Automotive Hungary és autótechnika szakkiállításon és konferencián, amelyen a magyar autóipar legfontosabb szereplői mutatják be az elmúlt évek eredményeit és a jövőbeli trendeket, az üzlet, a tudomány és a karrier tekintetében. A nagyszabású esemény megnyitóján a külügyi és külgazdasági államtitkár kifejtette, az elmúlt időszakban azért szervezték át az olyan nagy rendszereket, mint például az adózás, a munkajogi szabályozások vagy épp az oktatás, hogy hazánk az európai járműipar termelési központja lehessen. Ma Magyarországon 620 járműipari vagy járműiparral kapcsolatos vállalat működik. Ezek közül jó néhány itt most körülöttünk meg is található. Ez a 620 járműipari vállalat több mint 100 000 ember számára ad munkalehetőséget. Ezek a vállalatok éves szinten 15 milliárd eurónyi termelési értéket állítanak elő. A
A járműipar részesedése ma a teljes magyar ipari termelésből meghaladja a 18%-ot. A járműipar részesedése a GDP-ből elérte a 10%-ot, és a magyar export egynegyedét azt a járműiparhoz köthetjük, illetve a járműiparnak köszönhetjük. Az államtitkár a magyar autóipar sikerévének nevezte 2013-at, és többek között emlékeztetett, hogy idén indult el az A3-as limuzin sorozat gyártása az Audi Hungáriánál. Nem sokkal később már a társaság ügyvezetésének elnöke tekintette át az érdeklődők előtt az idén 20 éves vállalat fejlődését, kiemelve a magyar beszállítók szerepét. Majd bejelentette, hogy a napokban készült el a 25 milliómodik motor, és gördült le az 500 ezredik Audi TT a győri gyártósorról. Az Audi Hungária stratégiája arra az erős vízióra épül, hogy prémium minőségű termékeket állítsunk elő, és mindezt a lehető leghatékonyabban tegyük. A sikertörténet nem magától értetődő, ez munkatársaink elkötelezettségének, hozzáértésének és lelkesedésének az eredménye. Thomas Faustmann előadásához kapcsolódott Fekete Dávid alpolgármester is, amikor a város tandjánál bemutatta a győri autóipari életpályamodellt. A műszaki életpálya már csak azért is élvez kiemelt prioritást, mert a járműipar a hazai GDP 10%-át állítja elő. A Rába partján az oktatás, a vállalati szektor és az önkormányzat fogott össze a munkaerőpiaci igények megfelelő kielégítésére. Hogyha valaki a járműiparral szeretne foglalkozni Győrben, akkor tulajdonképpen már általános iskolás korában pályaorientáció folyamán szembesülni tud ezekkel a dolgokkal, későbbiekben pedig akár a szakképzésben, akár a felsőoktatásban, majd az átképzésben tud részt venni, és hát valószínűleg nagyon nagy eséllyel tud majd munkahelyet találni, hiszen Győr városában, a járműiparban nagyon komoly szabad kapacitások vannak, és a bővítések folyamán ezek a jövőben is így lesznek. Az autóipari szakmai kiállítás és konferencia szombatig tart. Negyedik alkalommal rendezte meg Szakmák Harmóniája elnevezésű tanulóversenyét a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az elmúlt évek alatt oly népszerűségre tett szert a rendezvény, hogy kinőtte a kamarai székházat a lehetőségeket. Így 2013-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apácai Csere János karának tornatermében került sor a sorra, ahol a női szabó, fodrász, kozmetikus és média szakos diákokból álló csapatok mérték össze tudásukat. A divat kapta a főszerepet vasárnap az Apácai Kar tornacsarnokában. Itt rendezte meg ugyanis nagy sikerű rendezvényét a Kereskedelmi és Iparkamara. A Szakmák Harmóniája elnevezésű tanulóverseny évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen a női szabó, a fodrász, a kozmetikus és a média szakos tanulók csapatokat alkotva méretnek meg. A mai rendezvény nemzetközi lett, tehát a 9 megyei csapaton kívül 7 nemzetközi csapat vesz részt. Ugyan magyar területekről, tehát Erdélyből, Szerbia, Horvátországból jöttek, de ennek ellenére, ha szigorúan nézzük, akkor nemzetközi versenynek vagyunk a részesei. A kreativitás és a képzelet nem ismert határokat a versenyen. A tanulók mesterfokon készítették el modelljeik haját, sminkjét és öltözékét. A felkészülés alatt a színpadon látványos bemutatóval szórakoztatták a profik az érdeklődőket. Baranyai Frédi keresett meg bennünket, több fodrászmestert így Győrben, hogy megálmodott egy produkciót a színpadra itt a Szakmák Harmóniája kapcsán, ami Vidán Szaszorról szól. Emléket állítottunk Szaszor úr munkásságának. Igazából a színpadon az összes megjelent modellnek, a szaszoni hajvágásoknak az etalonjai jelentek meg. Szaszon úr ugye a réteges hajvágás és a kemény vágásoknak az atya, így a fodrász szakmának is igazából az atyának tekintjük mi. 2013-ban a tematika a megújuló hagyományőrzés a Kárpát-medencében címet kapta. Ennek tükrében születtek meg a végleges alkotások, természetesen modern, a mai kor divatjának megfelelő stílussal ötvözve. Ez volt a Ráta, a Győr Plusz televízió gazdasági magazinja. Tartsanak velünk 2 hét múlva kedden is. A viszontlátásra!
Műsorunkat támogatta a Lipóti Pékség. Lipóti Pékség. Élő hagyomány. A műsorvezető ruháit a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.